Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Vállalkozások és Vásárlók című műsorunkat látják. Csanádi Károly vagyok, a műsor házigazdája. A mai témánk kozmetikum vásárlás kockázatai. Meghívott vendégünkkel a kozmetikai termékek forgalmazásával kapcsolatos helyzetekről beszélgetünk. Vendégünk Nagy Edit, naturkozmetikum készítő, aki tapasztalataival segíti a nézők tájékoztatását. Köszöntöm a stúdióban Nagy Edit kozmetikum készítőt. És köszönöm, hogy elfogadtad a műsor meghívását. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Kedves nézőink, mielőtt a műsor vezér fonalára, fő részére átérnénk, a veszélyes termékekkel kapcsolatosan szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy akkumulátortöltő QH kötőjel C3150-es típusszámú készüléket kivonták a forgalomból, és ha a kereskedő esetleg nem tudott róla, akkor továbbra is vásárolható bizonyos helyeken. Tehát kérem, hogy ezt a terméket ne vásárolják meg, mert veszélyesnek minősítette a vizsgálat. További elektromos termékek is minősültek veszélyesnek, ilyenek a cipők, a ruházati termékek, játékok, és főleg kínai termékekről van szó. A 129-es számú közleményben szappan is szerepel. Marcipánhoz hasonló piros szívet helyeztek el a terméken, és ez könnyen leválasztható és összetéveszthető élelmiszerrel. A veszélyes termékek a fogyasztóvédelmi portálon tekinthetők meg. Az elérhetőség fogyasztóvédelem.kormány.hu, ugye ékezet nélkül, és mutatjuk a képernyőn is. A portál bal oldalán találhatók a veszélyes termékek, tekintsék át vásárlás előtt. Ugye szoktam mondani, hogy a legjobb fogyasztóvédő maga a fogyasztó, tehát ha nem vásárolják meg a veszélyes termékeket, akkor valószínűleg ki fognak kopni a forgalomból. Hát ennyit talán a figyelemfelhívásról, és akkor térjünk át a mai témánkra. Hát visszautalnék az előző műsorról, ugye március 3-án beszéltünk erről utoljára a kozmetikumokkal kapcsolatos ismeretekről, és szó volt a krémeknek a csomagolásáról. Most a tégely általában nyitott. Tehát mit tudunk a fogyasztóknak tanácsolni azzal kapcsolatban, ha egy nyitott tégelyből használják a kozmetikumot, akkor hogyan járjanak el? Ugyanis, ugye, ha belenyúlnak, akkor baktérium kerülhet be. Tehát a múlt alkalommal megbeszéltük. Tehát hogy látod ezt a helyzetet? Hát alapvetően én azt szoktam javasolni, hát a naturkozmetikum azt úgy szokták gyártani és csomagolni, hogy biztosan belenyúlásmentes legyen. Tehát ott komolyabb elővigyázatosságra nem hívtam fel figyelmet, mert rendeltetésszerűen kell használni a tégelyt. Ellenben a más egyéb kozmetikumok esetében sem javallott az, hogy belenyúljunk, hanem inkább egy ilyen kisebb spatulával vegyük ki a szükségeltetett krémet, amit fel is használunk, és utána azt a spatulát tisztítsuk le, és úgy tároljuk, hogy akkor mindig tiszta spatulával nyúljunk bele. Ugye beszéltünk a műsor előtt erről, hogy egyes termékeknél a fedélnek a belső felén található ez az eszköz, de ha ez nincs ott, hát akkor kell akkor egyet... Igen, ilyet lehet venni bármilyen drogériai üzletben. Vásárolni, vagy... Tehát, hogy ez ilyen, nem, ilyen pár száz forintos költségem van. Milyen előírások vonatkoznak arra, hogy a terméken milyen adatokat kell feltüntetni? Tehát néhány adatot jelöljünk meg, amit jó, hogyha a vásárló megnéz. Hát én nagyon fontosnak találom azt, hogy ugye egyrészt megnézze a nevét, hogy mit is vásárol, akkor az összetétel. Én azt teljes mértékig elengedhetetlennek tartom azt, hogy leellenőrizzük, hogy mi van a termékben. Én ezt minden egyes terméknél szoktam követni, nem csak a kozmetikumok esetében, hanem az élelmiszervásárlás esetén is, mert azért jobb, hogyha tudjuk, hogy mi van benne. Ám bár ugye nem olyan egyszerű az maga az összetételt elolvasni, mert ez egy ilyen inci elnevezéssel szerepel, de ha tehetjük, akkor azt nagyon könnyen utána tudunk nézni az interneten, hogy mi mit jelent, és azáltal tiszta képet kapunk arról, hogy mi is van a tégelyünkben. Akkor ugye, hogy milyen kiszerelésben, és a lejárati dátum, ugye az a másik legfontosabb az összetevőn kívül. Hát ugye az eladók nem veszik mindig jó néven, hogyha a vevő ugye alaposabban érdeklődik a termék iránt, de hát vannak olyan vásárlók, akik tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy milyen anyagok, hát úgy mondom, hogy idézőjelben, hogy veszélyesek az ő számukra, tehát melyek jelentenek kockázatot, akár egészségügyi szempontból, akár pedig egyéb tekintetben. Hát általában a tartósítószerek azok az, ami problémás,
Én úgy gondolom. Meg hát ezen kívül nagyon sok sűrítő anyag van, meg egyéb, amit felhasználnak a kozmetikumgyártók, ugye, csak azért, hogy milyen kőolajszármazékokra gondoltam itt most konkrétan, ami ugye például a vizet, a víz felveszi, tehát a vizet tudjuk átalakítani egy ilyen sűrítő anyaggá, ami ugye térfogat növelő hatással bír, és ezáltal többnek tűnik a maga tényleges belerakott hatóanyag, mint ami. De most ez egy kicsit olyan furcsán hangzik, de az a lényeg, hogy ezek elég komoly károkat tudnak okozni a szervezetünkben és a bőrünkben. Na most egyes termékeknél nincs feltüntetve, vagy nem könnyen meglátható helyen van ez az úgynevezett minőség megőrzési határidő. Tehát mit tudunk mondani a tisztelt nézőinknek arról, hogy egy-egy ilyen kozmetikai terméknek mennyi a szavatosság ideje? Hogy lehet ezt úgy megbecsülni? Hát ugye attól függ, hogy milyen típust választ, hogyha egy naturkozmetikum az általában sokkal rövidebb lejáratú, tehát ez akár 2 hónaptól fél évig is lehet. Ha egy ilyen üzletben vásárolt, drogériában vásárolt termékről beszélünk, akkor az akár több év, 1-2 év is, de ennek mindenképp fel kell, hogy tüntetve legyen a terméken, tehát ez elengedhetetlen. Ha nincs rajta, akkor már gyanakodhatunk, hogy ott valami probléma van. Na most a szavatossági idő az mikor kezdődik? Tehát bizonyos termékekre azt szokták mondani, hogy a felbontással. Most ez általános szabály, vagy esetleg nem egészen így van? Hát nem egészen így van, mert ugye a saját termékünkre vonatkoztatva mi már, ahogy megkapják az ügyfeleink a terméket, onnét indul a szavatossági idő, hiszen mi mindig frissen készítjük, hűtve tároljuk, hűtve is kell tárolni az ügyfeleknek is, és ezáltal onnét indul a 8 hét lejárat. Tehát a mi esetünkben ugye a gyártástól számít, és ahogy megkapja ugye az ügyfél. Mert ez közvetlen előtte történik. A naturkozmetikum készítőkre általánosságban vonatkozhat ez a szabály? Hogy, hogy a minőség megőrzési idő az akkor kezdődik, amikor vásárolta? Nem. Nem. Feltétlen, mármint, hogy ugye attól függ, hogy milyen állagú, vagy milyen típusú krémről, vagy termékről beszélünk, hiszen a naturkozmetikumon belül például, ami nem víz és olajok keveréke, hanem csak mondjuk olajok vannak benne, ilyen egy ajakápoló, ugye ott az olajok, azoknak hosszabb lejárata, tehát ott fél év, és ott avasodás veszély áll fent. Tehát, hogy ott már megint az van, hogy is fontos, hogy mikor gyártották. Ezért van az, hogy például az élelmiszereknél is ugye ráírják sokszor, meg a zöldségeknél, hogy mikor volt a csomagolási idő, és ugye meddig van a lejárati dátum, amit javasolnak. Egyébként a kozmetikumnak a hűtése az egy, én úgy gondolom, hogy egy speciális követelmény, ez a hűtés. Igen. Ezt hogy eldöntheti egy vásárló, hogy mely termékre vonatkozhat, vagy a leírásban szerepel? Tehát honnan lehet ezt megtudni? Ez minden esetben szerepel a leírásban, meg ugye mi ezt közé is tesszük. Tehát hogy ez nagyon fontos. És mindig felhívjuk a figyelmüket, hogy ne felejtsék el ezt hűtőben kell tárolni. Az EU-s rendelet az ugye különféle anyagokat tartalmaz, hogy melyek használhatók fel a kozmetikai termékek gyártásánál. Ugye itt, ha jól értelmeztem, és ugye a nézőknek is ezt mondjuk el, hogy itt mennyiségi korlátról van szó, ugye? Így van. Tehát pusztán az elnevezés alapján nem lehet ezt eldönteni, hogy az a bizonyos összetevő az káros, vagy nem? De el lehet dönteni, mert tudjuk, hogy vélhetően nem tesz jót a bőrünknek, ám bár ugye meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, egy korlátot, ameddig felhasználható bizonyos termékekben, és hát előszeretettel is bele is szokták rakni a... Magyarországon ki ellenőrzi? Tehát mondjuk a termék vásárlójának milyen típusú ellenőrzés nyújt biztonságot ahhoz, hogy egy jó terméket vásárolt, és hogy helyesen használja? Ugye alapvetően a naturkozmetikum, mégis mindenféle, nem csak a natur, hanem az általános kozmetikum gyártás esetében, ugye ez egy ilyen több lépcsős folyamat, még mielőtt ugye forgalomba hozzuk ezt a terméket, már ott is vannak követelmények, és elég szigorú szabályozások. Tehát termékinformációs dossziét kell írni, laborvizsgálatokat kell elvégezni, engedélyeztetni kell. Ugye az ANTS engedélyezi, leellenőrzik a gyártóhelyiséget, és utána ez az ellenőrzés nem marad abban, hiszen folyamatosan fél évente, évente jönnek, és utóellenőriznek. És szúrópróbaszerűen is ellenőrizhetnek. Tehát ez az alapellenőrzés, akkor ugye, ha jól értelmeztem, akkor 2 dologra vonatkozik. Az egyik az, hogyha valaki egy vállalkozást elindít, igen, ugye akkor bizonyos termékekkel indul el ez a vállalkozás. Igen. Másrészt pedig, ha új terméket vezet be, igen, akkor egy nagyobb léptékű ellenőrzés történik.
És akkor utána pedig ez egy folyamat. Igen, egy folyamatos utóellenőrzés, hogy... tehát hogy ez nem marad sosem abba tulajdonképpen, hanem mindig ott vannak, és figyelik, és szúrópróbaszerűen jönnek, és vesznek mintát, és visznek, és a mintát nem csak a termékekből veszik, hanem a gyártóhelyiségen belül is vehetik bárhonnét. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni éppen ezért a metódusra, a gyártási folyamatra, hogy készítjük el ezt az adott terméket. Most ugye a terméknek az összetevőivel kapcsolatban ugye vannak azok a termékek, amelyeknek bizonyos összetevői ugye, hát egészségügyi kockázattal járhatnak. Uh-huh. Na most nyilvánvaló, hogy egy vásárlásnál nem lehet ezt ellenőrizni, hogy milyen az összes összetevőt, hogy miből áll egy ilyen termék. Uh-huh. Tehát a fontosabbakra gondolom arra kellene ráhangolódni. Igen. Hogy erre tudunk-e valami instrukciót mondani a vásárlóknak, hogy mely összetevőre koncentráljanak? Hát ugye az összetétel arányát azt úgy kell megadni, ez szintén le van írva a szabályozásban, hogy mindig a felhasznált mennyiségi arány szerint kezdődően, és éppen ezért van az, hogy amit bevásárló központokba vagy drogériákba vásárolhatunk termékeket, mindig általában azzal kezdődik, hogy aqua, tehát víz. Az az elsődleges összetevő, és abból van legtöbb az adott termékben. Tehát mindig azt kell megnézni, hogy mivel kezdődik, mi az az első öt összetevő például, ami van benne. Mert abból van a legnagyobb mennyiségben koncentrátum. Tehát ezek a fő összetevők, és akkor vannak különféle adalékanyagok. Igen, és ez így folyamatosan csökkenő sorrendben. Csökkenő sorrendben. Folytatódik. Hát ugye az elmúlt adásban szó volt arról, hogy hol vásároljunk ugye kozmetikumot, és a kegyebek mellett ugye arra hivatkoztunk, hogy hát szaküzletben, uh-huh. ugye drogériákban, természetesen márkaboltokban, és a naturkozmetikumot előállító gyártóknál. Uh-huh. Na most ugye úgy arról beszéltünk, ugye, hogy valószínű, hogy webáruházak kapcsolódnak ezekhez a gyártókhoz. Uh-huh. Igen. Alapvetően... Hogy ez hogyan van? Hát ugye alapvetően úgy van, hogy a kisebb manufaktúrák, mint mi is, nem nyitunk fizikális üzletet, hanem van egy webáruházunk, egy online felületünk, ahol minden héten ugye befogadjuk a megrendeléseket, összegyűjtjük, majd minden héten frissen gyártunk, és ezután kiszállítjuk a termékeket. Tehát alapvetően én úgy gondolom, hogy az ilyen kisebb manufaktúrára ez a jellemző, hogy online elérhető, és nagyon könnyen, gyorsan rákereshető. Tehát az ilyen natur, kozmetikum, vagy natur összetevők, vagy natur krémek, arcérum és egyebek által könnyen megtalálható. Hát ugye a műsor előtt én megnéztem egy olyan kifejezéssel, hogy kozmetikai manufaktúra. Uh-huh. És erre a két szóra kiadott egy listát, uh-huh. hogy melyek a gyártók, arra is utal a tájékoztatás, hogy hol lehet úgynevezett helyszíni vásárlást lebonyolítani, uh-huh. és arra is, hogy a webáruházként hogyan működnek. Tehát ezt Igen. tudjuk ajánlani a kedves nézőknek. Na most azért itt ugye, hogy a helyszíni értékesítés itt ugye lehet különbséget tenni, uh-huh. hogy van boltja, vagy nincs boltja ugye a manufaktúrának. Uh-huh. Ha nincs bolt, akkor egyértelműen webáruház van. Így van. Ha van bolt, akkor ott nem csak a saját terméket árusítják. Hát gyakorlatban ugye rengeteg helyen lehet találni ilyen kisebb bioboltot, natúrboltokat, ahol összegyűjtik az adott témakörön belül található termékeket. Ugye ez az általánosságban tartósítószerezett termékekre érvényes, én úgy gondolom. Vagy olyan típusú, amiben nem kell beletenni tartósítószert, mint ahogy az előbb is utaltam, az olaj alapú termékekre, mert ugye ott az eltartatóság sokkal hosszabb, mint egy friss termék esetén. Hát ugye hirdetéssel nem nagyon lehet ügyfelet szerezni, meg nem is nagyon láttam hirdetéseket, inkább ez a weblapos megoldás, tehát a honlapokra utalnak, hogy hol lehet tájékozódni. Ugye ez van jobbára elterjedve. A naturkozmetikai termékeknél ugye fontos az, hogy ismerjék a gyártót. Uh-huh. Tehát ugye múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy különféle vásárokon, meg rendezvényeken szerepelnek ezek a manufaktúrák. Ez kellő biztonságot nyújt a vásárlónak, hogy megismerkedhet a gyártóval, esetleg az eladó munkatársakkal. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy igen, hogy működik. Ez nagyon fellendítheti a közös bizalmat egymás között a vásárló és
a gyártók között, hiszen mi is azért szoktunk menni kézműves vásárokba, hogy ott személyesen megjelenünk, és elbeszélgetünk, és elmondjuk, és nem kell egyből vásárolnia, hanem elviszük magunkkal a terméket, ki tudja próbálni, meg tudja tapogatni, hogy milyen érzés a bőrén, milyen az illata, milyen az állaga. Tehát, hogy van egy ilyen kipróbálási lehetőség is számára ezáltal. És igen, ez nagyban növeli, illetve ugye a vásárlói visszajelzések, én is azért szoktam kérni minden egyes kedves ügyfelemtől, hogy írjanak, hogy tapasztalták, mi a véleményük, és ezt érdemes frissíteni. Még hát a visszatérő, akkor gondolom, hogy el is persze mondja, hogy mi a tapasztalata. Ugye beszéltünk igen arról, hogy hol vásároljunk kozmetikai terméket, hát érdemes lenne megemlíteni, hogy hol ne vásároljunk, ugye elrettentő példaként. Hát én is elég rosszul érzem magamat, ha ilyen táskát nyitnak ki ott előttem, és mi mindent vehetek meg, csak nekem, csak most, és el ne szalasszam a lehetőséget, mert holnap már nem lesz. Szóval, igen, hogy hol ne vásároljunk? Hát kétes helyeken semmiképp, tehát például ilyen egyéb aluljárók, és ilyeneket biztos nem javasolt, vagy olyan, ami, hát ez az egzugárusok, körülbelül mondhatjuk így is őket. Valamint olyan helyekről se vásároljunk, ami mondjuk weboldalak esetén elég sűrűn bele szoktak futni az emberek, hogy egy ilyen elég fura elnevezésű weboldal, rákeresünk, és ilyen furcsák a magyar kifejezések. És hogy akkor, ha azt tovább boncolgatjuk és vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy nem is igazándiból magyar oldal, hanem egy teljesen akárhol máshol hozták létre, csak fordító által van lefordítva, és mondjuk megrendeljük, és soha nem kapjuk meg a terméket. Igen, hát ez a webes vásárlásoknál ez gyakori probléma szokott lenni, hogy külföldi üzemeltetője van ugye a weboldalnak, teljesen és akkor fordító programok segítségével van magyar nyelvre ugye átültetve a tájékoztatója. És nagyon-nagyon drasztikusan akciós és olcsó, és a felétől is felébe kerül, mint ami ténylegesen az üzletekben. Hát mi a helyzet a piaccal? Ugye a piac egy sok esetben egy ilyen kétes fogalmat is jelent, hogy ott akkor minden ellenőrizetlen, de azért az nem egészen így van, mert ugye a piacokon hát nyilván tartott kereskedők vagy gyártók vesznek részt, hiszen más szakmákból is jelentkeznek. Tehát a piaci értékesítéssel kapcsolatosan mi a tapasztalatod, és milyen tanácsot adhatunk a nézőknek? Hát én úgy gondolom, hogy minden megszervezett és összefogott piacozás vagy kézműves vására azt általában úgy csinálják, hogy csak egyrészt akkor fogadnak be új árusítót, hogyha tudják és már ismerik régebbről, vagy ha leellenőrizték, és csak utána kerülhet oda a piacra és árulhat. Illetve ugye saját magunk felelőssége, mint kézműves eladók, hogy ott legyenek a mi papírjaink, irataink, mert ugye előszeretettel még oda is szoktak jönni ellenőrzésre különböző szervek. Hát ugye az fontos dolog legyen, hogy a piacon is legyen egy standja, ha jól mondom, vagy egy asztala. Persze. Ugye a kiállítónak, vagy a kereskedőnek, hogy azért az mégis utal arra, hogy valami a legalitáshoz közeli állapotról van szó. Aki táskából árul, azt a piacon se szólítsuk meg, vagy ne fogadjuk el az ajánlatot. Hát ugye szerintem azért erre oda szoktak figyelni, hogy a táskából árulókat kirakják, tehát hogy az ne a piac területön történjen. Hát nagyon ügyesek tudnak lenni egyébként. Hát a kínált termékeknek a származási helye még egy érdekes kérdés. Ugye van a fekete gazdaság, a szürke gazdaszág, és a tesztereket megemlíthetnénk még, de akkor azt hagyjuk utoljára. Tehát miből lehet arra következtetni, hogy a fekete gazdaságból származik a termék? Ezt egy átlag vásárló hogyan tudja megítélni? Hát alapvetően mondjuk nem olyan a csomagolása, tehát vagy ki van nyitva a doboz, nincs lefóliázva, hogyha egy parfümről beszélünk, akkor ugye ez a eléggé ordító dolog tud lenni, hogy nincs teljesen becsomagolva, mert ugye egy parfümöt úgy szoktak eladni, hogy egy doboz, és még műanyag, és még mindenféle plusz csecseség. És ha ezek nincsenek, akkor az már egy érdekes jel lehet, mondjuk más a színe a terméknek. Ha például fújunk a parfümből, és az első nyomásra már jön belőle a parfüm, már az is árulkodó jel lehet, mert csak a második, harmadik nyomásra fog jönni. Hiszen amit a gyárban becsomagolnak és betöltik, ott ugye a fújókat nem pumpálják fel, tehát nem jöhet belőle egyből a termék kivéve, ha ez hamisítvány. Tehát ez egy nagyon jó árulkodó jel például. Hát egy érdekes dolog, meg hogy hát én is egy hölgytől hallottam, hogy ilyen terméket, ha megvásárol, és ha nem márkaboltba veszi meg történetesen, akkor megrázogatja, megmozgatja ezt a dobozt, és hogyha ez
nem a stabilan áll benne, akkor gyanakszik, mert hogy a gyártó az Persze. hát ilyen hungarocell vagy egyéb támasztékokkal kitámasztja. Tehát a férfi kozmetikumok se mozognak a dobozba, azt is meg lehet venni, úgyhogy az nem mozog. Persze. No, hát akkor ugye a fekete gazdaság, tehát az, hogy akkor ez nem egy legálisan előállított termék, a minősége ugye nem felel meg a követelményeknek, és nagyon ki van téve a vásárló annak, hogy ez a termék akkor a bőrén elváltozást okoz, meg még mit okozhat. Hát fertőzés. Különböző kiütéseket. Allergizálhatja, ugye ezek a jobbik esetek talán, és a rosszabbik eset pedig az, hogy akár bőrgyulladást is okozhat. Szóval, hogy nem annyira kellemes érzés. Na most egy vásárlónak nem biztos, hogy ilyen mélységig ezeket elemezni kell, de azért röviden említsük meg, hogy van egy ilyen hosszürke gazdaság. Most nekem az a problémám vele, hogy a szürke gazdaságban megjelenő termékek, ezek nagyrészt bűncselekménnyel kerülnek be a gazdaságba. Tehát kamionokat törnek fel, vasúti vagonokat törnek fel, esetleg a gyárból hozzák ki a terméket úgy, hogy nem legálisan, tehát ott megtévesztve a személyzetet. Mit mondhatunk, hogy mi a jellemzője a szürke gazdaságban értékesített termékeknek? Például megint akkor vissza tudok utalni a parfümök esetén, hogy ha mondjuk ilyen, hogy a gyárból származó termék, és valóban eredeti és igazi. Az jónak tűnik, ugye? Az jónak tűnik, az igen, mondjuk például egy teszter. Ugye a parfüm esetén a teszter az általában mindig erősebb koncentrátumú szokott lenni, és azért is nem árulhatják kvázi a tesztereket, mert ugye abban nagyobb a hatóanyagtartalom, sok esetben nem mindig, de volt már rá precedens. És ugye, mivel nagyobb a hatóanyagtartalom, ami esetleg allergizáló hatással is bírhat az embereknek a bőrére, ezért ugye az nem árusítható, hiszen csak egyszer fúj, megillatozza, és de jó, de tetszik, és akkor meg is veszi. Ugye pont ez a lényeg, hogy oda csalogassa a vásárlókat. Hát ugye a minőség megőrzési határidőről beszéltünk már, hogy ezt ugye azért illik feltüntetni a terméken. Na most itt sokszor előfordul, hogy olyan apró betűvel szerepel a szöveg rajta, hogy azt igazából nem lehet elolvasni még talán nagyítóval se. Tehát azért azt gondolom, hogy ha egyetértesz vele, hogy azért a szóbeli tanácskérést azt nem ulasszuk el. Persze. Ilyen esetben, hogy egyébként hát feltehetően valós dolgot fognak mondani. Hát gondolom az eladó az ismeri a terméket annyira, hogy tudjon tájékoztatást adni a vevőnek erről. Így van. Tehát ha egyébként a minőség megőrzési határidőn túl használja valaki a kozmetikumot, akkor mi történhet vele? Tehát ez lehet úgy értelmezni, mondjuk, mint egy gyógyszert. A gyógyszerészek azt mondják, hogy egy gyógyszernek, ha lejár a felhasználási határideje, az azt követően egy néhány hétig még használható. Tehát van egy biztonsági tartalék benne. Ez a kozmetikumoknál van-e ilyen? Általában így szokták megadni a gyártók, hogy ők is tartanak egy ilyen biztonsági intervallumot, hiszen tudjuk, hogy előszeretettel ki szoktak csúszni a kedves vásárlók ebből a megadott határidőből. Úgyhogy így tulajdonképpen különösebb, nagyobb probléma jobb esetben nem történhet, de nem ajánlott, tehát inkább én mindig azt szoktam mondani, hogy ha lejárt a szavatossága, akkor már ne használjuk el, inkább hagyjuk meg, mint hogy bármi nemű problémát okoztunk a bőrünkkel és a bőrünk felületén, mert ugye itt megint az lehet, hogy allergizálhatja, legjobb esetben ugye az van, hogy nincs se illata, se semmi, tehát elmegy az illata és kevésbé lesz intenzív, vagy parfüm esetén, és hogyha mondjuk mégis van valami olyan anyag, ami átfordult egy nem jó irányba, akkor ugye ez allergizálhatja a bőrfelületét, és akkor megint az, hogy kiütést okozhat, és egyebeket. Tehát, hogy nem érdemes. Semmiképpen sem. A fogyasztónak milyen reklamációs lehetőségei vannak, hogyha úgy véli, hogy sérültek a fogyasztói jogok? Hát attól függ, ugye, hogy kitől vásárolták a terméket, hogy hová tudnak visszamenni, mert ugye, hogyha rendesen üzletből vásárolták, vagy egy naturkozmetikum készítő manufaktúránál, akkor ott biztos, hogy megértő füleklet talál a véleménye, hogy mi történhetett. Kap számlát természetesen. Természetesen, ja, persze, hát ez alap, tehát a vásárlást követően ugye kap egy bizonylatot, ami által vissza tud menni. Ám bár ugye a naturkozmetikumok esetében, hogyha nem bizonyítható, hogy ő
Tehát, hogy nem, tehát az a lényeg, hogy bizonyítható az, hogy nem úgy tette, vagy nem úgy tárolta a terméket, ahogy, mint ahogy elő volt írva. A szabályok, ugye? Tehát, a szabályok, ha nem hűtötte igen, például, tehát nem ami hűtötte, hűtésre igen. Javasolt. Tehát az a ugye problémát okozhat, hiszen akkor megromlik a termék, és akkor okkal okoz bármi nemű allergizációt a bőrfelületén, tehát ha ezt nem tartja be, akkor ugye ez problémás eset lehet. Ám bár mi nem szoktunk ezen problémázni, mi visszaadjuk a pénzt, tehát hogyha nem tetszik neki, bármi problémája van, akkor visszaadjuk, és akkor kész. Köszönöm szépen a választ. Hát kedves nézőink, megkíséreltük a kozmetikai termékekről szóló tájékoztatásunkat, annak elősegítése céljából, hogy az ünnepre történő vásárlások, ezek sikeresek és eredményesek legyenek. És köszönöm szépen még egyszer Nagy Edittnek, hogy ezt a tájékoztatást megadta. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Műsorainkat visszanézhetik a Fix Televízió hivatalos honlapján, www.fixhd.tv oldalon, és a YouTube-on is. Új műsorral 2 hét múlva csütörtökön 21:10-kor jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!